Megjelent a méhészet januári, tehát idei első száma, ami talán feltűnő az olvasónak is, hogy új formában, ízlésesebben, és hát a mai méhész igényekhez növekvő tartalommal, ami annyit jelent, hogy megpróbálunk igazodni a mai világhoz. A méhészet utóbbi számaiban rendre visszatér az a vitasorozat, amelyet Nagy István méhész agrárminiszterünkkel készített interjú váltott ki. Most is van egy ilyen írás, amelyben egyik szerzőnk 17 pontban foglalja össze, hogy melyek a méhészet Achilles sarkai, és lássunk csodát, ő is abból indul ki, hogy a hatékonyság és a versenyképesség hiánya az, ami köré csoportosíthatók ezek a fogyatékosságok. Miért beteg a mézpiac? A mézpiac alapvetően azért beteg, mert pillanatnyilag a természetes méznek nincs keletje. Ez elég furcsa dolog, hiszen a méz az egyetlen olyan táplálékunk, amihez sem hozzátenni, sem elvenni nem kell. Azt úgy kell fogyasztani, hogy a méhek elkészítik nekünk. No, de hát itt van a hamisítás, a klasszikus mézgyárak, amelyekben olyan mézet készítenek, amely minden paraméternek, minden laboratóriumi jellemzőnek megfelel, és ebből annyit gyártanak ezek a mézgyárak, amennyi kell. Természetesen olcsón, ezért a méznek, így a magyar méznek sincs ára. A méhészek hangulata tehát nem valami jó, legalábbis nem volt jó. Mi azonban, visszatérve hagyományainkhoz és a méhészek hagyományaihoz, lapindító jegyzetünkben most is úgy fogalmazunk, hogy essen a nehézség a kaptárainkba az idén is. Ennyit ajánlásul.